Denis Suzic 20 éve van a szakmában, cége több mint 150 lift karbantartására vállalkozott vajdaság területén. Azt mondja, a régi liftek jók, és amennyiben rendszeresen karbantartják azokat, még sokáig működőképesek lesznek. Az újabbak már siványabbak, kevésbé strapabírók, valja a mester. Egy részük hidraulikus működtetés, ez pedig nem mondható környezetbarátnak. A legújabb trend az MRL liftek a machine room less elevators beszerelése, ami azt jelenti, hogy ezeknek a felvonóknak nincs liftházuk. Leginkább külső falra kerülnek egyszerű a felszerelésük, és nem veszel plusz területet az ingatlan hasznos részéből. Viszont drága karbantartásuk, és ha valaki benreked... Nehezebb kimenteni. A 30-40 éves liftek azért romlanak leginkább, mert egyes részeik nem időtállóak, az újak viszont minőségtelenek, mondja a mester. Általánosságban ugyanakkor elmondható, hogy a liftek zöggenőmentes működése legnagyobb részben emberfüggő. A meghibásodások 90%-át emberek okozzák, például költöztetésű során az ajtó túlfeszítésével. A felvonó önmagától nem rongálódik, csupán mechanikai vagy elektronikai hibák keletkezhetnek idővel, de az ilyen meghibásodások nagyon ritkák. A liftmese szerint nagy gond, hogy a piacon már mindenféle minőségű gyártmányú felvonó vásárolható, amelyeknek alkatrészellátása nem mindig biztosított. Ezért azt tanácsolja a többemletes tömbházak lakásaiban élőknek, hogy inkább olyan felvonóban gondolkodjanak, amelynek van saját aknája és liftháza. Ez a hagyományos lift, ami a mester szerint csak némileg drágább, mint a modern liftek bármelyike, ám karbantartásuk sokkal olcsóbb és ritkábban romlanak.